Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Szeptemberi iskolakezdés, adományokat gyűjt a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ. Használt autók, visszaesett az eladások száma az elmúlt években. Duális képzés Mázán, diákokat tanítanak a Supercool Kft-nél. Toklász, amilyen kicsi, olyan nagy problémát okoz. Nehéz anyagi helyzetben lévő családok gyermekeinek iskolakezdésére gyűjt a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ. A szeptemberi iskolakezdés költsége megterhelő lehet, a nem használt füzetek, írószerek vagy ruhák nagy segítséget jelentetnek a családok számára. Augusztus közepéhez érve már nem sokat pihenhetnek a nyári szünetüket töltő diákok, hamarosan beköszönt az új tanév. Az iskolakezdéshez füzetek, írószerek és számos egyéb eszközök szükségesek, ezek pedig alaposan meg tudják terhelni a családi kasszát. Most mivel, hogy az iskola kezdődik, és azt látjuk az ügyfeleink tekintetében, hogy egyre több családnak gondot okoz az alapfelszerelés beszerzése, főleg ott, ahol mondjuk most indul a gyermek az iskolába, ott meg még inkább megterhelő, és gondoltuk, hogy akkor indítunk egy ilyen gyűjtést. Egyébként ezt is már így minden évben szoktuk, és nagyon köszönjük a lakosságnak, mert mindig van egyébként új és új adományozó. A szervezet pénzt nem, csak tárgyi adományt fogad el. Ami lehet füzet, lehet írószer, iskolatáska, toltartó, lehet tornafelszerelés, tornazsák. Tehát ami egyáltalán ugye így az iskola kezdéshez szükséges, a színes papírtól, az ollóig, a vonalzótól, a radírig. Az adományokat a szervezet munkatársai továbbítják majd a rászoruló családoknak. Olyan is előfordult már, hogy valaki, akivel mondjuk nem is biztos, hogy nekünk volt kapcsolatunk, de segítséget kért, azt természetesen ő is kap. Tehát ma tulajdonképpen a mi szolgáltatásaink az egyrészt Szekszárd városban, másrészt a szekszárdi járás területén élő családok számára elérhetőek, és ezeket nyújtjuk, úgyhogy tulajdonképpen bárki kaphat ebből, aki erre vonatkozóan bármiféle igényt fogalmaz meg, illetve mi tudjuk, mert hogy hosszabb ideje már kapcsolatban állunk a családokkal, és őnekik pedig célirányosan visszük, illetve velük már előre megbeszéljük, hogy mi az, amit akkor ők fognak tudni beszerezni, mi az, amivel akkor itt az adományok segítségével mi is hozzá tudunk járulni. A felajánlásokat szeptember 6-áig a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központnál a Vörösmarty utca 5 szám alatt lehet leadni hétfőtől csütörtökig 8 és 17 óra, pénteken pedig 8 és 13 óra között. Tamásiban a Pataki Autókereskedés tulajdonosa, Pataki István számolt be arról, hogy az idei évben mekkora mértékben esett vissza a használt autók vásárlása az emberek körében, továbbá, hogy melyek azok a négykerekűek, amelyekre a legnagyobb a kereslet. A 2022-es, illetve a 2023-as évben 21%-os elmaradás volt jellemző a járművek eladását illetően. Prémium, közép vagy alsó kategóriás autók? Olcsóbb vagy drágább, benzines vagy dízel? Millió kérdés és sok színűség. Mindenki a saját ízlésének, kényelmének, pénztárcájának megfelelően, valamint stílusában hozzáillő járműből válogathat. A témával kapcsolatban Pataki István, a Tamási Autókereskedés tulajdonosa tájékoztatott. Annyira rapszódikussá vált ez az egész, tehát nagyon-nagyon kiszámíthatatlanná vált, hogy tulajdonképpen néha-néha el is kell gondolkodnunk azon, hogy vajon milyen autókat értékesítsünk, és hogy milyen autók kerüljenek piacra. Nekünk jelen pillanatban egészen az alsó kategóriától, úgymond a legolcsóbb autóktól van a legfelső kategóriás autóig szinte mindenünk a palettánkon. Az autóvásárlás legfőbb szempontja első körben mindenki számára a vételár. Általában mindenki ugyanúgy ilyen 250-350, most már azért elrugaszkodtak, és most már 500 ezer forintot is szeretnének adni egy-egy ilyen autóért, amit a napi életben használnak, éppen iskolába, óvodába vinni a gyereket, boltba járni, és ez kisköpcentés benzines kocsikat keresnek többnyire. Ezekből nagyon kevés van.
és ezekből nagyon-nagyon keveset tudunk adni. Néha-néha előfordul olyan minőségi autó, de sajnos az autók jelentős része ebben a kategóriában minőségét tekintve nagyon-nagyon rosszak. És ezt mi sajnos nem tudjuk felvállalni. Ahogyan nő az infláció, vele együtt növekszik az eladni kívánt személygépkocsik ára is. Legyen szó használt, vagy éppen új autóról. Ennek növekedése nagyjából 10-15%-ot jelent a használt gépjármű esetében. Azonban kivételt képeznek ez alól a magánszemélyek, akik eladni kívánják használt járművüket. A használt autó piac a nagyon sok ilyen magáneladó miatt tulajdonképpen, akiknek ha szükségük van pénzre, illetve az autójuk eladását szeretnék, akkor bizony az értékénél 20-30%-kal kevesebbért is hajlandók odaadni az autót. 90%-ban importtal hozzák be a személyautókat, amikben átlagosan 200-250 ezer kilométer van. Az eladás ilyen esetekben nehezebb. Nagyon érzékenyek vagyunk, tehát itt nagyon Magyarországon mindenki nagyon érzékeny a kilométerfutás teljesítményre, és én azt gondolom viszont, hogy ha minőségben az autó a karbantartása és minden előzménye tulajdonképpen rendben volt, akkor az autó is tökéletesen meg tud felelni, akár évekig használható lesz az emberek számára. A tudatos vásárlók különböző megfontolás alapján döntik el, melyik típusú gépjárműre teszik le a voksukat. Vannak, akiknek a színválasztás is egy fontos szempont. A legkeresettebb évjáratok közé a 2007 és 2010 közötti autók esnek árfekvésük miatt. Az elektromos autó jövője még egy minimálisan várat magára. Sokan félnek a használatától, azonban ezzel ellentétben a hibrid autókra egyre nagyobb a kereslet. Baleset történt a 6-os főúton Pakson csütörtökön reggel. Egy autó vezetője Dunaszentgyörgy irányából közlekedett Paks felé, amikor eddig ismeretlen okból letért az útról, és előbb az ott lévő kiemelt szegénynek, majd a fényjelző készülék oszlopának ütközött. Ezt követően pedig az éppen a kereszteződésben balra kanyarodó kocsinak csapódott. A balesetben a sofőr súlyosan megsérült. Buszmegállót újított fel az önkormányzat Nagymányokon. Erről számolt be a település polgármestere Bartucz Máté Facebook oldalán. Az épületet kifestették, illetve térkövezték, ezzel megoldódott a hepehupás és esős időben használhatatlan állapot. A város vezetője kér minden sofőrt, hogy a térkövezett részt ne megfordulásra használják, mert az arra nem alkalmas. Mint írja, egy nap után már számtalan keréknyom lett rajta. A településen heteken belül megkezdődnek az új telepi buszmegálló munkálatai is. Életének 101. évében elhunyt Pap Lajosné faluközi Anna. Anna néni a bukovinai Isten segítsen született 1922-ben, szeptember 3-án ünnepelte volna a 102. születésnapját. A vele nemrégiben készült filmünket 21 óra 30 perckor tekinthetik meg a Tolnatáj televízióban. Fűtésszerelőket, szeptembertől pedig már épületgépész technikusokat is képeznek a mázai Super Cool Hűtés-Fűtés Klímaszolgáltató Kft.-nél. Az oktatás a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrummal folytatott duális képzés keretében zajlik. Hozzányúlom majd a szivattyúhoz, menő, és akkor megnézzük az adatokat, hogy mit csinál. Jó. Sipos Norbert Ausztriából hazatérve 2020-ban indította be épületgépészeti kivitelezéssel, hőszivattyúkkal, klímatechnikával, szellőztetéssel foglalkozó vállalkozását. 2020-ban egyedül voltam, utána volt egy segédem, aztán elkezdtük bővíteni a vállalkozást. A munkaerőhiány miatt elkezdtünk gondolkodni, hogy keresünk frissen végzett szakembereket. Ugye ez is a kevés képzett szakember miatt nehéz volt, és innen jött az ötlet a duális képzés irányába, és akkor megtettük a lépéseket az ügyben, hogy lehessen nekünk ez a képzés. Elvégeztem egy mestervizsgát, illetve még kiegészítettem a tanulmányaimat hűtőklíma légtechnika szerelő, hőszivattyú szerelő, illetve villanyszerelő képzéssel. A duális képzést 4 diákkal kezdték el, ők később kiváló eredményekkel fejezték be tanulmányaikat. Jelenleg 2 fiatal tevékenykedik náluk. Akkor most nyomjuk megint az M6, meg a manuált. M6.
fog kapcsolni. A következő idényben lesz még 2 diák, aki fog jönni. Ők is ezzel a témakörrel fognak foglalkozni, illetve bővül a tevékenységünk itt a műhelyben. Épületgépész technikusok fognak jönni, ez szeptembertől hozzánk tanulni, és még hogyha lesz rá igény, akkor most a szakképzőiskola, a szakképzési centrum felvetette azt, hogy hűtő, klíma, légtechnika szerelő szakmában is lehetne tovább lépni. Ez azt jelenti, hogy tudnának a tanulók klímát szerelni, tanulni, illetve hőszivattyú szerelést. Mint az ügyvezető mondta, ő az alkalmazható tudás híve, nem tesz különbséget maga és a diákok között, mindenkire ugyanazok az elvárások vonatkoznak. Úgy indul a dolog, hogy az első évben akkor egy egyszerűbb folyamatokkal ismerkednek meg, mérési egyéb munkákkal, utána minél jobban ugye belemennek ezekbe a dolgokba, minél tapasztaltabb a szerszám használatuk, illetve a munkát jobban átlátják, annál többet kapnak feladatot, és a végeredményben az elvégzett munka az a második év végére, akkor amikor ugye a vizsgát teszik, akkor körülbelül önálló munkára alkalmasak. Hideg Martin is a Bonyhádi Perczel Mór iskolából érkezett. Legtöbbször klímákat megyünk beszerelni, hőszivattyúkat szoktunk még, és igazából jelenleg 3 vagyunk itt a cégnél, igazából mindenkinek megvan a maga köre. Én inkább Norbinak szoktam segíteni, próbálok. A vállalkozás célja elérni, hogy a náluk képzett diákok közül tanulmányaik elvégzése után minél többen a cégnél maradjanak. Az elmúlt 154 év legmelegebb és 7. legszárazabb júliusa volt az idei, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt tanulmányban. Az idei év 7. hónapján a középhőmérséklete kicsit több mint 24,5 fok volt. Összességében az idei július volt az elmúlt 154 év legextrémebbje, vagyis a hőmérséklet és csapadék együttes elemzése alapján a legszélsőségesebb, az extrémitás pedig a kiugróan magas hőmérséklet és az alacsony csapadék összeg okozta. Már készülnek az új szezonra a Bátaszék Sport Egyesület karate szakosztályának versenyzői. Az augusztusi intenzív felkészülést egy 3 hetes nyári egyéni edzés előzte meg, ahol futónyújtó, erősítő feladatokat kellett végezniük a sportolóknak. A nyár lezárását is egyből egy nemzetközi verseny követi Horvátországban. Cél az október végi ciprusi Vadokai Európa bajnokság, ahol 9 bátaszéki versenyző lép majd tatamira. A toklász, a pázsit fűfélék családjába tartozó egér árpa kalászának egy száraz darabja, amely kaszálást követően a növény széteső terméséből hullik le. A növény potenciális veszélyt jelent a kutyákra is, egyéb állatokra is, formája miatt ugyanis könnyedén beleakad a kis kedvencek szőrébe, tappancsába, de akár a testnyílásaiba is belefúrodhat. A toklász bajt jelent a házi állatok számára. Problémát okoz, hogy szinte alig lehet észrevenni. A hosszabb szőrű, düllett szemű vagy a lógófülű kutyák jobban érintettek, viszont egyaránt veszélyes az összes fajtára, tájékoztatott dr. Szabó Ákos, bátaszéki állatorvos. Amennyiben elviszük sétálni a kedvencet, ugye olyan területeken járunk gyakran, ahol ezek a egyébként teljesen közösséges gyomok megtalálhatóak, és ott szinte mindegyik egyed érintett lehet, akár rövid, hosszú szőrű, lógófülű, állófülű. Ugye ez csak befele megy, tehát testnyílásokon bejuthat, orba is, fülbe is, szembe is, és ugye ez komoly irritációt, kellemetlenséget okoz az állatnak. A leggyakrabban a fülbe jut, de elég gyakran előfordul, hogy a szem körül a kötőhártyazsákba fúródik ez be, nem is látható kívülről, és rettentő erős irritációt okoz, hogy az állatkák, akár kutya, macska próbál ettől szabadulni. Macskáknál inkább a szemproblémák, amik előkerülnek, kutyáknál szembe is, fülbe is mennek egyaránt, de bőrbe is befúródhat, lábujjak közé, tehát, és ott gennyesedéseket okoz. Körültekintőnek kell lenni a nyári időszakban, hiszen gyulladással, erős fájdalmakkal jár, ha a szúros növény az állatba belefúródik. Ha ilyet tapasztalunk, azonnal vigyük el kedvencünket állatorvoshoz, ahol altatásban távolítják el a gyomot, és végzik el a szükséges kezeléseket. Általában látszövetekbe fúródva egy határig tudnak elmenni, tehát ezeknek a testnyílásoknak és a testüregeknek a határaig, tehát egy halójáról a dobhártyáig, azt azért már nem szokták átlukasztani, mert azért szólnak időbe a gazdák, de egyébként elhanyagolt eseteknél leggyakoribb az, hogy gennyesedés alakul ki,
ezt is a magának a toklásznak az eltávolításával ugye meg lehet szüntetni, utána nyilván valamennyi kezelés kell helyileg, meg általánosan, injekciós formába és fülcseppek formájába, vagy szemcseppek formájába, hogyha szembefúródott. Hát ott meg komoly szaruhártya, kötőhártya, elsősorban kötőhártya gyulladásokat okozott is, lehet gennyesedés, és hát ugye a szaruhártya is lehet érintett, ami már veszélyesebb, mert ugye hát az a szemnek a belső közegét határolja. Problémára gyanakodhatunk, ha a kutya a szeméből, füléből próbálja kiszedni a toklászt a mancsával, vagy éppen vakarózással, fejrázással. Elsődleges megelőzés lehet a gyomtalanítás, illetve a gyakori fűnyírás. Másik lehetőség a fülbelső felében lévő szőrzet eltávolítása, amelyet célszerű kozmetikusnál elvégezni. Regionális híreink következnek. Hajózás. Idén-nyáron is népszerűek a Bahart szolgáltatásai. Vendéglátó helyek, látnivalók, turistákat segítő térkép Pécsről, Baranyáról. Súlyos millióba kerülhet a szabálytalan foglalkoztatás, nyáron is ellenőriz a NAV. Közel 10%-kal többen utaztak eddig idén a balatoni hajózási ZRT járatain, mint az előző évben. A kampok egymást váltják Szántód és Tihany között, ugyanakkor a program hajók is népszerűek. A Bahart augusztus 20-ára pedig külön tűzijáték néző hajókkal is készül. Hétköznap is nagy a forgalom a Szántódi révben. Egymást váltják a kompok a kikötőben. Sokan választják ezt az utazási formát a déli és az északi part között, hiszen néhány perc csak az út. Most nyáron sokat vagyunk itt a Balatonon, mi most Füredre költöztünk, Bogláról laknak anyukámék, meg a nagymamámék, és itt tudunk a leggyorsabban átmenni Füredről ide Szántódra, innen ugye Boglára, és hát nagyon jó, hogy ilyen közel van, mert igazából tényleg így a leggyorsabb, mint hogy körbe menni az egész parton, úgyhogy nagyon szeretjük. Jó napot, oda-vissza, 225. Autóval, kerékpárral és gyalogosan is igénybe vehető a Bahart komp szolgáltatása, amelyet sokan kirándulás céljából vesznek igénybe. Mi Barbacsról, Györmoson, Sopron megyébe jöttünk, és igazából mi mindig itt nyaralunk Zamárdiban, és egy napot mindig Tihanyban töltünk. És ugye a gyerekeknek is egy nagyon nagy élmény az, hogy komppal közlekedünk. Az autót lerakjuk ilyenkor, és akkor komp és kisvasút utána is vissza. A kompok mellett a programhajók és a sétahajók is nagyon népszerűek a Balatonon. Az online jegyvásárlással pedig elkerülhető a sorbanállás. Ennek is köszönhető, hogy tovább nőtt az utasforgalom a magyar tengeren. Nagyon népszerűek a balatoni hajózás hajói ebben az évben is. Közel 10%-os az utas többletünk az év eddigi részében. Ez azt jelenti, hogy már több mint 1,6 millióan vették igénybe a szolgáltatásainkat. A tavalyi év ezen időszakában még nem értük el a 1,5 milliót, és ez igaz mind a kompokra, mind a személyhajókra. Nagyon népszerűek az új hajók, sokan keresik őket, és hát az új programok és az intenzívebb menetrend is meghozta az utazókedvet. A társaság a főszezonban sűrített járatokkal várja az utasokat, emellett a jóga, buli és gyerekhajók is népszerűek. Augusztus 20-án pedig tűzijátékot is lehet majd nézni a Balaton közepéről. Hiánypótló, kreatív, tematikus térképek készültek Pécs és Baranya vármegye látnivalóiról és gasztronómiai kínálatáról, magyar és angol nyelven. A kiadványok nem csak a turistáknak, hanem a helyieknek is segíthet a jó helyek kiválasztásában. Ezek azok a térképek, amelyek segíthetnek az ide látogató turistáknak, hogy megtalálják a látnivalókat, illetve azokat a vendéglátóhelyeket, ahol jót ehetnek. Baranyáról és Pécsről készültek ezek a kiadványok. Az alapötlet egyszerűen az volt, hogy bár ugye manapság szinte minden információ online elérhető, de ebben a nagy digitális zajban egy valóban gyakorlati szempontból is jól használható ajánló, meg kevés manapság is. Ez az volt az alapötlet, hogy ezt mi csináljuk meg részben a turisztikai látnivalókkal, részben pedig a gasztronómiai kínálattal kapcsolatosan Baranyában és Pécset, szóval gyakorlatilag 4 kiadvány készült el, egy gasztronómiai kiadvány Baranya-Pécs, egy látnivalóval kapcsolatos kiadvány Baranya-Pécs, és ugyanez angol nyelven. A kiadvány megszületése mögött széles összefogás van. Ez látszott a nyilvános bemutatón is. A helyi kamara főtitkára kiemelte a gasztronómiai klaszter tagjainak összefogását.
egymással versengő cégek legyenek képesek közös ügyek mentén összefogni. Ez a kiadvány, ez ennek az összefogásnak, ennek a koordinált együttműködésnek az egyik kézzel fogható eredménye, amihez a kamara, mint cluster management szerv természetesen mindenféle erőforrása, kompetenciával, két remek kollégám operatív munkájával és anyagi támogatással is hozzájárultunk. A vendéglátósok szerint garanciát jelent a pécsi és baranyai gasztrotérkép. Nekünk azért fontos, mert az ide látogató turistákra, és hogyha esetleg a helyeknek is a kezébe kerül, akkor pontosan tudni fogják, hogy hova érdemes elmenni, ahol nem fognak igazából beégni, és jó minőségű kávét, menüt, pizzát, ételt fognak kapni. A pécsi önkormányzat már régóta akart hasonló kiadványt megjelentetni, mondja az alpolgármester. A Pécs kb. 3 éve kezdte el még egy GINOP pályázatból a Covid előtt, hogy hogyan lehetne ezt a gasztrotérképet összerakni. Az igazság az, hogy a Covid alatt a tervezésig eljutottunk, de utána megakadt, és ugye belépett a klaszter és a megye is közben, és szerencsére sikerült egy városi megye olyan gasztrotérképet csinálni, ami Pécsnek ezt a régió megyei központi szerepét hangsúlyozza, tehát hogy minden, ami ide tartozik, azt segíteni akarja, és most készült egy olyan tájékoztató, hogyha valaki ide látogat, akkor Baranyában, Pécsen a legjobb éttermeket találja meg, leírásokat talál róla, hova érdemes elmenni. A vármegyei önkormányzat elnöke is kiemelte az összefogást, a kiadvány pedig egész évre szól. Azt, hogy ez így nyár végére készült el, azt is üzeni, hogy nem csak a nyári időszakban szeretnénk, hogyha több turista érkezne Baranyába, a baranyai városokba, megyeszékhelyre, Pécsre, hanem azt szeretnénk, hogy az év más időszakaiban, az ősz és a téli időszakban is Baranya egy egyre kedveltebb úti cél legyen. Egyébként, ha a tavaly évvégi adatokat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a megyeszékhely a negyedik leglátogatottabb turisztikai célponttá vált Magyarországon. Tehát azt gondolom, hogy Baranyának van keresni valója az ősz és a téli szezonban is. A gasztronómiai térkép 25 baranyai és 32 pécsi vendéglátóhelyet mutat be. A látnivalók közül pedig 25 baranyai és 26 pécsi célpontot ajánl. A lista évente változhat a kiadók szerint. A mostani kiadványok 30 ezer példányban készültek, és a turisztikai infopontokon, vendéglátó és szálláshelyeken érhetők el ingyenesen. Folytatódnak a nyári ellenőrzések, és továbbra sem éri meg szabálytalanul foglalkoztatni. Augusztustól duplázódott a szabálytalan foglalkoztatáskor kiszabható bírság összege. Erről számolt be Barlai Krisztina, a Nemzeti Adó és Vámhivatal baranyai sajtóreferense. Nyári foglalkoztatás, idénymunka vagy munkahelyváltás nem áll meg ilyenkor sem az élet, azonban figyelniük kell a munkaadóknak, mert a NAV folyamatosan ellenőrzi a szabályos foglalkoztatást. A hivatal munkatársai folytatják a nyári ellenőrzéseket különös tekintettel a szabályos foglalkoztatásra. Az utóbbi idők tapasztalata az, hogy a szabálytalan foglalkoztatások mennyisége eléri lassan a nyugtaadás mulasztásával kapcsolatos szabályszegések mennyiségét. Ez azt jelenti, hogy általában az alkalmi munkavállalóknál nem jelenti be a munkáltató a dolgozót, vagy hanyagságból, vagy szándékos mulasztás történik. Ha lebuknak, akkor mindenkinek megvan a maga története, hogy miért járt el szabálytalanul, mondja a szóvivő. Leggyakrabban az akadozó informatikai alkalmazásra, a könyvelő hibájára, az alkalmazott önhatalmú munkába állására, vagy kényszer helyettesítésre hivatkoznak. Azonban komoly következményei lehetnek egy-egy esetnek. Oda kell figyelni a foglalkoztatottak szabályos munkába állására. Nagyon fontos, hogy a munkába lépés előtt történjen meg a dolgozók bejelentése. Augusztustól a szabálytalan foglalkoztatás bírságtétele 1 millió forintról 2 millió forintra emelkedett. Ez azt jelenti, hogyha a hivatal munkatársai szabálytalan foglalkoztatást állapítanak meg, akkor minden egyes szabálytalanul foglalkoztatott dolgozóra akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhatnak a munkáltató felé. A súlyosan mulasztók a bírság mellett utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak. Ezért a jegyzőkönyv átvételét követően a lehető leggyorsabban érdemes a tényleges forgalomhoz igazítani a bevallásokat és a fizetendő adót. A revízió megkezdéséig ugyanis még önellenőrizhető a korábban be nem vallott adó, mondja a NAV baranyai sajtóreferense. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Szeptemberi iskolakezdés, adományokat gyűjt a Szekszárdi Humánszolgáltató Központ.
használt autók. Visszaesett az eladások száma az elmúlt években. Duális képzés Mázán. Diákokat tanítanak a Supercool Kft-nél. Toklász. Amilyen kicsi, olyan nagy problémát okoz. Pénteken is folytatódik a nagyon meleg, füllett idő, 28-29 fok feletti középhőmérsékletekkel. Dél előtt ismét országszerte kisüt a nap. Délután gyengébb felhőzet melletti napsütéses idő marad a jellemzőbb. Este és az éjszaka folyamán már szorványos zivatarok is kialakulnak a változó erősségű szakadozott felhőzetből. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!